Egy hónappal ezelőtt Körmenden kezdte el a felkészülést a B-csoportos Európa-bajnokságra az U18-as fiú válogatott a korábbi nyíregyházi edző Ferenci Tamás irányításával. A szövetségi edző munkáját a Marsó NKK korábbi trénere Horváth Imre segíti, és nyíregyháziként a stábtagja még Mészáros Miklós masszőr és Farkasinszki Gábor erőnléti edző is. Az A-csoportos csehek ellen 5. felkészülési meccsét játszott a nemzeti csapat. Az első két negyedben a vendégek játszottak jobban, fordulás után viszont ledolgozták hátrányukat a magyarok, a hajrában azonban a csehek mellé állt a szerencse, akik így egy ponttal megnyerték a találkozót. Az első félidőben látottakkal kevésbé vagyok elégedett, hisz 15 pontos hátrányt szedtünk össze. Hozzáteszem, hogy az első félidőben nem tudtunk 3 pontosból betalálni, dobtunk 7-0-át. Harmadik negyedben külső dobásaink beestek, a cseheknek sokkal agresszívabban kellett, jobban kellett segíteni a külső dobások miatt, és így hál' Istennek azt mondom, hogy sokkal jobb dobószázalékot produkálva visszajöttünk a meccsbe, és egy rendkívül magas színvonalú mérkőzést tudtunk játszani a csehekkel. Az ausztriai Európa-bajnokságon Magyarország a csoportmeccsek során 5 mérkőzést játszik majd Fürstenfeldben, Güssingben és Óbervárdban. Halálcsoportba kerültünk a beloruszokkal, illetve ott van Luxemburg válogatottja, ott vannak a szlovénak, ugye, akiknek tudjuk, hogy tradicionálisan nagyon jó kosárlabdájuk van, ott vannak a belgák, akik nagyon feljövőben vannak, ahol a lengyelekhez hasonlóan ingáznak az első és a második divízió között, illetve a hollandok is ott vannak, akik szintén jó játékerőt képviselnek. Szeretnénk mindenféleképpen a 6 csapat közül az első 2-be végezni. Ez azt jelenti, hogy a Felsőágra kerültünk, és az elsőtől 8. helyért játszunk, és ha oda jutunk, ott pedig már bármi előfordulhat, és bármi megtörténhet. A magyar válogatott hétvég edzőtáborozik Nyíregyházán, majd Budapestre utazik a csapat, ahol 2 Lengyelország elleni meccsel hangol a kontinens tornára Ferenci Tamás együttese.